Sziasztok! Gondoltam, készítek egy rövid bejelentkező videót, mert most már lassan 3 hete nyomom a social media detoxot, és gondoltam, beszámolok az eredményeimről. Igazából nagyon örülök, hogy belekezdtem, mert annyi időm felszabadult, hogy erre nem is számítottam. Úgyhogy tök jól jött ki, mert most Dani is többet itthon tudott lenni velünk, és egy csomót főztünk, nagyon finomakat főztünk. Elkezdtem a 30 napos plank challenge-et, úgyhogy kicsit sportoltam is, illetve tök nagy mákunk van, mert elég jó idő van, úgyhogy el tudtunk menni a csajokkal játszótérre, meg parkba, meg sétálni. Ma is nagyot sétáltunk. Ma mondjuk csak a Tesco-ba mentünk el, de a nagy alag jött végig oda-vissza, meg a Tesco-ba is sétált, úgyhogy úgy elfáradt, hogy 4-7-kor kidőltek mind a ketten a Mirával. Úgyhogy így alakult az elmúlt pár hét. Közben állásokat is vadászok, mert úgy döntöttem, vagy hát úgy döntöttünk Danival, hogy most egy kicsit cserélünk, és visszamegyek én teljes munkaidőbe dolgozni, ő meg csak részmunkaidőbe fog dolgozni, és itthon marad a csajokkal, ami szerintem mindenkinek jó lesz, mert az elmúlt 3 éve neki nagyon kemény volt munka szempontból, én pedig most már nagyon sokat voltam itthon a lányokkal, és van kedvem egy kicsit dolgozni, mert érzem, hogy igazából, hogy itthon vagyok, nem használom a fejemet, és érzem, hogy butulak el. Úgyhogy tökre van kedvem kicsit használni a fejemet, meg emberekkel találkozni, valószínűleg értékesítési területre fogok visszamenni, vagy e-commerce, úgyhogy nagyon izgalmas, csomó állásra jelentkeztem, voltam pár interjún is, van, amelyik még folyamatban van, vagy függőben, van, ahol a pénzben nem tudtunk megegyezni, de elég jó lehetőségek vannak, úgyhogy, és erre is egyébként ez a social media detox vett rá, mert rájöttem, hogy van egy csomó szabadidőm, amit sokkal hasznosabban is eltölthetnék. Elkezdtem mindenféle kurzusokat nézegetni, LinkedIn-en önfejlesztő tanfolyamokat, meg YouTube-on is olyan ilyen Brian Tracy-t hallgattam, meg Szabó Pétert, meg ilyesmit. És aztán lehet, hogy igazából tökre van lenne kedvem visszamenni dolgozni egy kicsit. De nagyon meg már nagyon elege volt az étteremből, úgyhogy azért döntöttünk így, hogy akkor így csináljuk, hogy ő marad részmunkaidőben, hétvégén, és hétköznap meg itthon lesz a csajokkal, ami egyébként így jól is jött ki pont a karácsonyi hajtás után. Úgyhogy ez így teljesen jó terv. És a megvalósításával is elég jól állunk. Nyomtunk egy hatalmas deep clean-t a lakáson, főleg a konyhát raktuk rendbe, kisúroltuk a hűtőt, tűzhelyet, a mosogatót, meg mit tudom, tehát így mindent megcsináltunk a lakáson is, a csajokkal is nagyon sokat játszottunk, meg játszótéren voltunk sétálni. Úgyhogy szuper volt telt az elmúlt 3 hét, meg hát elég folyamatosan. Igazából nem fogom visszarakni a Facebookot a telefonomra, úgy döntöttem, tehát, hogy ennek most így nem lesz vége ennek a social media detoxnak, mert nem hiányzik. Tehát a Messengert ezt visszaraktam, mert van egy-két olyan ismerősöm, meg barátom, akivel ott tartjuk a kapcsolatot, ott beszéljük meg azt, hogy mikor találkozunk, meg ilyesmi, tehát, hogy arra így szükségem van, de Facebookozni nem fogok, tehát annyi időt elvesz, engem teljesen megdöbbentett, amikor a telefonom kiírta a múltkor, hogy egy nap 4 órát voltam social médián. Tehát, hogy ez nagyon sok idő, amit sokkal hasznosabban is el lehet tölteni. És nem éreztem ilyen soknak, mert csak itt ott egy percet megnyitottam, elolvastam, posztoltam valamit, de úgy döntöttem, hogy másképp fogom eltölteni az időmet, hasznosabban, meg kicsit tudatosabban. Úgyhogy így vagyunk, jól vagyunk, remélem ti is jól vagytok. Csináltam taró videókat, de még nem tudtam mindet feltölteni, de csináltam külön
A tűzjegyekre, vízjegyekre, még a földjegyeket, meg a levegőjegyeket meg kell csinálnom. Megcsináltam napi tarót is, mert látom, hogy nagyon sokan feliratkoztatok a csatornámra, aminek tökre örülök, úgyhogy akivel most találkozom először, azt üdvözlöm. Néha szoktam ilyen blog, videoblog videókat csinálni, és azért is gondoltam, hogy most így bejelentkezem, hogy elújságoljam nektek, hogy hogy telt az elmúlt pár hét. Remélem, mindenkinek nagyon jól telt a karácsony, és sokat voltatok a családotokkal, meg a szeretteitekkel. Szilveszterkor meg bulisztatok egy jót a barátokkal. Nekünk nagyon jól telt, mi csendesen töltöttük, hát van egy éves, meg egy 2 éves kislányunk, szóval nagyon nem bulisztunk, nekünk minden napunk egy buli, ahogy a keresztanyám mondta, tökre igaza van. Úgyhogy, köszi, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és hamarosan folytatom majd a taró videó feltöltéseket. Sziasztok! Sziasztok! Csajok itt hantúroznak. Amire megmutatod, hogy kell beledőlni a paplanba? Na mutasd! Azaz! Erre rá, ne ugorj, tesóra! Most! Puff! 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 Huncutak vagytok? Huncutak vagytok? Cuki! Ott meg a másik cuki! Imádnak itt a francia ágyon harcúrozni. Jaj! Ó, azt hittem, onnan ráugrik a mirára. Na, jól vagy, menő? Minden oké, titám. Láttam. Láttam, kicsit nem beütötted a bukós is. Láttam. Láttam. Már kijött a felső. Lehet látszik is. Megmutatod a felső szemfogadat, mert mutatod? Ott van a szemfogad cicának. Jaj, Jancsi, megadod neki egy puszit, de cuki vagy édesem. Hát ne fájjon a buksit, baba. Óvatosan, jó, csajszik. Cukikáim. Mit csináltak most? Mana, ezt itt ne. Ott belül játszál, jó? Nehogy leszédüljetek nekem az ágyról. Már valamelyik nap amira leesett. Itt nem ütötte meg magát. De most itt az arcát, azt látom, hogy elég piros. Itt ütötted meg az arcocskádat, kicsikém. Ancsi, azt ne csinálj, cicel, mert megütöd a buksit. Csak akkor fájni fog a buksid. Tudod? Lassan menni kéne aludni. Hát én úgy látom, hogy a baba már ki van nyúlva. Cicák. Egyik cicább, mint a másik. Egyik cicább, mint a másik. Egyik cicább, mint a másik. Óvatosan, jó kicsim. Ne integessetek. Sziasztok! Pápa! Sziasztok!